Még emlékszem, amikor felpofoztak, mert nem akartam balett órára menni. Aztán középiskolában már szerettem volna táncolni, tanulni. Beiratkoztam modern táncórára, de kidobtak, olyan rossz voltam. Teresa elismeri, hogy pliéi és piruettjei nem voltak túl kecsesek gyerekként, de a tánc terén lévő hiányosságait azóta alaposan ledolgozta. Ma már egy nemzetközi táncos dicséretszolgálatot vezet. Egy vasárnapi istentisztelet végén egyszerűen kirobbant a tánc. Attól a naptól fogva a tánc egy magától értetődő kifejezése lett az Úr felé való szeretetemnek és az imádásnak. 30 éven át nem lankadt Teresa rajongása az Úr táncos dicsérete iránt, ami csökkent, az a táncra való fizikai képessége volt. Néhány hónapja zavaró tüneteket észlelt. Észrevettem, hogy bizonyos dolgokat nem tudok olyan könnyedén megtenni, mint korábban. Például letérdelni az Úr elé. Aztán észrevettem, hogy felállni még nehezebb lett. Valami nem úgy kapcsolódott már, mint ahogy kellett volna a lábamban. Amikor tünetei rosszabbodtak, Teresa aggódni kezdett. A letérdelés kibírhatatlanul fájdalmas lett. Ez nagyon nem tetszett. Uram, többé nem térdelhetek le. Fontos, hogy le tudjak térdelni, mert számomra ez az alávetés jele. Így tudom rendesen kifejezni magam. Teresa lassan mégis kezdte megadni magát fizikai korlátainak. Nem gondoltam, hogy ez egy sérülés, azt hittem, hogy egyszerűen csak öregszem. Aztán egyik reggel bekapcsolta a tévét. Néztem a 700-as klubot, és Gordon azt mondta. Valakinek gondja van a jobb térde szalagjaival. Az egyik megnyúlt, egy másik elszakadt, és komoly fájdalmai vannak. Isten meggyógyítja, képes helyreállítani, sőt, teljesen meggyógyítani. Jézus nevében tegyen valamit, amire korábban képtelen volt. Tapasztalja meg gyógyulását. Már imádkoztam, de amikor azt mondta a jobb térd, azt gondoltam, lehet, hogy ez én vagyok. Amikor a szakadt térdszalagról beszélt, bennem fel sem merült, hogy elszakadhat a térdszalagom. Hát nem jó az Úr. Ő tudta, mi volt a bajom. Tehát felkeltem és felálltam, és gondoltam, na jó, ez eddig rendben van, ez jobb lett. De a lényeg majd akkor jön, ha letérdelek, és meglátom, mi a helyzet. És amikor letérdeltem, nem volt fájdalom. Magamon kívül voltam. Annyira hálás voltam. Felkeltem, és újra letérdeltem. Meggyógyultam. Egyre csak dicsértem az Urat. Teresa azóta is fájdalommentes, heti 6 dicsérettáncórát tart. Ő törődik a kis dolgokkal is. Persze, hogy öregszem, persze, hogy lassulok, ez érthető, de nem hagyott olyan állapotban, amiben voltam. És habár én már majdnem beletörődtem, ő mégis inkább meg akar gyógyítani.